Király Patrikkal beszélgetünk a Békés Csaba mérkőzés alatt, először is szeretettel köszöntelek a klubnál, mert nem volt egy lehetőségem. A téli játékra az első időszakban érkeztél, az érdekelne, hogy hogyan sikerült a beilleszkedésed, illetve mutatkozz be egy kicsit kérlek, milyen kvalitásokkal lett több a dolgi FC-ha az érkezéseddel. Nagyon egyszerű dolgom volt a beilleszkedéssel, nagyon jó öltöző fogadott, ha mondhatom így. Volt, aki csapattársam volt, a többiekkel ellenfélként találkoztam nagyon sokszor, úgyhogy abszolút könnyen ment minden. Gyirmótról érkeztem most a téli átigazolási időszakban. Nekem nagyon sok, hogy is fogalmazzak, az előző fél évben nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, úgyhogy mindenképp nagy motivációval érkeztem, és szeretném azokat a dolgokat, amik nekem az erősségeim, de ezekről nem szeretek beszélni, azokat szeretném a csapat hasznára fordítani. Egy olyan csapathoz érkeztél, ami igen nehéz helyzetben fordult a télen. Mit gondolsz reális célnak a csapat számára? Ez osztályozó helyet jelenthet, vagy akár bátrabb célokat is megfogalmazhatunk? Igen, ez érdekes kérdés. A többiektől már kérdeztem, hogy mi történt az őszi szezonban, mert igazából a tavaszi teljesítmény alapján, mióta én itt vagyok, nem értem, hogy van ennyire hátul a csapat. Úgyhogy az osztályozós helye mindenképp reálisnak tűnik, de én azt gondolom, hogy lehetnek merészebb céljaink is, hisz az elmúlt mérkőzések alapján látva azt, hogy a tabella elején lévő csapatok ellen is helytáltunk, sőt, én azt gondolom, hogy győzelmi esélyünk voltak, mert legutóbb a Szegeden ez sikerült is szerencsére. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen a bemaradás reális cél. Hosszú éveket töltöttél Békés Csabán, és most egy nagyon fontos három pontról szóló mérkőzés következik pont ellenük. Milyen érzésekkel vágsz bele ebbe a mérkőzésbe egykori csapatod ellen, és mit vársz ettől a találkozótól? Abszolút jó érzésekkel várom a mérkőzést. Igen, hosszú és sikerekben gazdag éveket töltöttem Békés Csabán, de ezt a korszakot én lezártam, és mindent most a dorogi színekért teszek meg. Úgyhogy nekünk tényleg az a legfontosabb, hogy holnap megszerezzük a három pontot. Az én szerepem, vagyis az, hogy nekem jó volt a múltban, az most ez abszolút nem lesz fontos. Milyen személyen célokat tűztél ki magad elé a első fél évedre dorogi színekben, és mikor leszel elégedett nyáron, ha visszatekintesz erre a fél évre majd? Hát, amint az elején említettem, nem úgy sikerült az előző fél évem, így valamilyen szinten a klubnak sem, ahogy tervezte, én ezt a kettőt így összekapcsolnám, hogyha a klub céljai teljesülnek, és én is hozzá tudok tenni ehhez a célokhoz, akkor azt gondolom, hogy én is elégedett leszek, és a klub is, ami a legfontosabb. Sok sikert kívánok ez a fejlőzés, már valami mérkőzés. Köszönjük, és köszönjük.